Korábban az Európai Uniós vízpolitika kapcsán a vízkeret irányelvet megjelöltem, szintén egy olyan érv, ami miatt a vízügye a magyar soros elnökség kapcsán megjelenhet európai ügyként is, de magyar érdekként is. A Duna stratégiától még szeretném elmondani azt, amit akkor nem sikerült az idő hiánya miatt. Ahogy említettem, ez a Duna régió stratégia, ez nagyon sok magyar érdeknek meg tud felelni, és óva intek mindenkit attól, hogy az egészet csak egy hajózhatósági problémának állítsa be. Megjelentek olyan híresztelések is, hogy a magyar kormány gátat akar építeni, vissza akarják építeni azt a gátat, amelyet valamikor sikerült Nagymaros kapcsán megakadályoznunk. Erről szó sincs. A magyar kormány nem fog gátat építeni, és nem nyúl olyan megoldáshoz, hogyha a hajózhatóságot egyáltalán meg akarjuk oldani, amely az ivóvíz bázisokat veszélyeztetni akarja. Említettem, hogy Magyarországnak egyetlen kötelezettsége van, ez is egy Európai Nemzetek Szövetsége, az ENSZ kapcsán merül föl az AGN egyezményben. Nincs olyan kötelezettségünk, hogy hajózhatóvá tegyük olyan mértékben a Dunát, hogy akár 340 napig is hajózható legyen. Egyébként a Duna ma is hajózható, hiszen jönnek teherhajók is, jönnek személyszállító hajók is, de ez 240 napig válik lehetségessé a hajók számára, és van olyan nyomás Magyarországon, hogy ezen változtassunk. De ilyen kötelezettségünk nincsen. Ha belemegyünk abba, hogy hajózhatóvá tesszük a Dunát, akkor is azt csak úgy lehet megtenni, hogy figyelembe vesszük a vízkeret irányelvet, tehát nem tehetünk rosszabb, nem lehet rosszabb minőségű utána a vízünk, ugyanolyan jó állapotba kell tartani a Dunát, és nem okozhatunk aránytalanul nagy ökológiai károkat a Dunának, és figyelembe kell venni a Natura 2000-es irányelvet is, tehát nem lehet olyan változtatást eszközölni a Dunán, nem kényszeríthet rá bennünket Európa arra, hogy olyan változtatásokat eszközöljünk, amelyek ezt az ökológiai egyensúlyt megbontanák, és igaza van miniszter úrnak, amikor azt mondja, hogy inkább a hajókat alakítsuk a Dunához, és ne fordítva a Dunát a hajókhoz. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most ugyancsak írásban előre bejelentkezett hozzászólásra Mille Lajos képviselő úrnak adom meg a szót az LMP képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt országgyűlés, kedves képviselőtársaim. Engedjék meg, hogy ebben a kis időben én most a soros elnökség kapcsán a külpolitikával foglalkozzak. Hiszen az Európai Unió természetesen nem csak egy integrációs intézményrendszer, nem csak belső politikák kimunkálásának, összehangolásának terepe, hanem a nemzetközi politika egyik legfontosabb szereplője. Az Európai Unió markánsabb, szervezettebb megjelenése a nemzetközi szintéren, a világpolitika dimenzióiban egyre érzékelhetőbbé vált, főleg a Lisszaboni szerződés elfogadása óta. Mi, a lehet más a politika képviselői abban bízunk, hogy ez a nemzetközi szerepvállalás csak erősödni fog. Úgy látjuk, Magyarország legbiztosabban az Európai Unión keresztül tudja érvényre juttatni legfontosabb érdekeit a külpolitika különböző szintjein. Örömmel látjuk, hogy az elnökségi program prioritásai között helyet kaptak az unió külkapcsolatainak Magyarország szempontjából fontos elemei is. A jelenlévők közül gondolom senki sem vonja kétségbe, Magyarország elemi érdeke, hogy az Európai Unió bővítésének folyamata újra lendületet kapjon. A gazdasági válság érzékelhetően visszavetette a Nyugat-Balkán integrációjának folyamatát. A magyar diplomácia arra kényszerült, hogy egyre lejjebb adjon a Horvátországgal kapcsolatos integrációs célokból. Mára az elérhető maximális eredmény a horvát csatlakozási tárgyalások lezárása, a magyar elnökség fél évében. Az LMP fontosnak tartja, hogy a magyar kormány tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a Nyugat-Balkán integrációja az unió napirendjén maradjon, és a magyar elnökséget követően is nagy hangsúlyt kapjon. Fontosnak tartjuk ezt amiatt is, mert alapvető meggyőződésünk szerint Magyarország szomszédságpolitikájában jobban kellene figyelni arra, hogy a Kárpát-medence és közvetlen környezete a kulturális, etnikai sokszínűség mellett ökológiai egységet alkot. Reményeink szerint a határokon átnyúló ökológiai problémák kezelése könnyebbé válik, hogyha határ mindkét oldalán azonos integrációs intézmények, szakpolitikai alapelvek és európai szabályozási normák alapján állva kezdhetünk tárgyalásokat. Nem csak nemzetpolitikai, gazdaságpolitikai érdek, de az ökopolitika szempontjából is fontos a Nyugat-Balkán csatlakozási folyamatának felgyorsítása.
Ugyanígy összeérnek a nemzetpolitikai és ökopolitikai érdekek Szerbia esetében is. Az LNP úgy látja, az Ahtisaari terv felélesztése jelenti a legjobb esélyt a Nyugat-Balkán egyik konfliktusos gócpontjának felszámolására. Magyarország érdekelt abban, hogy Szerbia tovább menjen azon az úton, ami végül az uniós tagsághoz vezet. Szerbiának érdeke, hogy Magyarország továbbra is támogassa ebben. Ez olyan történelmi érdekegyezés, amit vétek lenne nem kihasználni, különösen ha ezzel a hosszú távú konfliktus rendezés céljait is szolgálhatjuk. Tisztelt Ház! A beszámoló szerint a magyar elnökség egyik fontos fókusza a keleti partnerség, és ennek kapcsán az unió szomszédságpolitikája. Üdvözöljük a magyar diplomácia kezdeményezését, hogy még 2011 tavaszán, ha pontosan tudom, akkor május 25-én kerüljön sor a második keleti partnerség csúcstalálkozóra. Természetesen Magyarországnak alapvető érdeke fűződik ahhoz, hogy az unió keleti szomszédai egyre nagyobb gondot fordítsanak demokratikus intézmények fejlesztésére, az emberi jogok tiszteletben tartására és a jó kormányzás egyéb elemére. Ezt a célt leghatékonyabban az Európai Unió keleti szomszédsági kapcsolatainak fejlesztésével, valamint kétoldalú kapcsolataink további elmélyítésével érhetjük el. Úgy véljük, mindenki számára nyilvánvaló, hogy Magyarországnak a legkomolyabb érdeke fűződik ahhoz, hogy Ukrajnával minél szorosabb partneri viszonyt fejleszten ki. Ebben az esetben is egybeesnek a nemzetpolitikai, biztonságpolitikai és különösen az energiabiztonságot érintő érdekek. Talán nem tévedünk nagyot, ha azt állítjuk, a magyar-ukrán kapcsolatok a válság, valamint a bizonytalan ukrán belpolitikai helyzet hatására az utóbbi években stagnáltak. A magyar EU elnökség és különösen a szomszédságpolitikai fókusz lehetőséget teremt arra, hogy a magyar diplomácia újra aktivizálja magát ebben a stratégiai irányban. Ezt már csak azért is meg kellene tennie, mert Magyarország energiabiztonsági kiszolgáltatottsága mit sem változott az utóbbi időben. Bár közép és hosszú távon a megújuló energiaforrások kiaknázása jelentheti csak a megoldást, rövid távon mégis húsba vágó érdekünk, hogy Ukrajna biztosítsa az energiatranzit zavartalanságát. Természetesen ebben az esetben nemzetpolitikai érdekeink is a kapcsolatok szorosabbá fűzése mellett szólnak. Minden érdekelt számára világos, hogy az állampolgársági törvény módosítása éppen ukrán viszonylatban jelent lényeges különbséget. Ha valakinek, akkor a Kárpátalján élő magyaroknak fontos, hogy mennyire tudnak élni a kettős állampolgárság nyújtotta lehetőségekkel. Volt szerencsém részt venni a KMKS közgyűlésén, ahol azt tapasztaltam, hogy a határokon túli szervezetek képviselői óriási lelkesedéssel fogadják az állampolgárság kiterjesztésről szóló törvényt. Számomra ebből két fontos következtetés vonható le. A határokon túli magyarság nagy érdeklődéssel követi az anyaország nemzetpolitikai lépéseit, és azt is, hogy Magyarország miként találja fel magát a nemzetközi környezetben, milyen szomszédság és regionális politikát folytat, és hogyan manőverezik a tágabb külpolitikai viszonylatokban. A másik következtetés, hogy a kezdeti lelkesedés nem válhat csalódássá. Nem követheti kiábrándultság azért, mert a mindennapjaikban nem látják, nem érzékelik egy-egy politikai lépés hasznos, gyakorlati hozadékát, hogy a nemzeti összetartozás megmarad a szimbólumok, a deklarációk szintjén. Az ilyen csalódás elkerülése a következetes, átgondolt politizálás felelőssége. A magyar diplomácia fontos esélyt kap arra, hogy az elnökség kapcsán újra felhívja a figyelmet a kárpátaljai magyarság anyanyelvű oktatási lehetőségeinek bővítésére. Bízunk benne, hogy a kulturális sokszínűséget a kormány nem csak az Európai Unión belül, és nem csak a deklarációk szintjén tekinti fontosnak. Kárpátalja és az ottani magyarság érdekeinek védelme véleményünk szerint megoldható a hagyományos sérelmi politizálás kikerülésével. A regionalizmus támogatásával, újabb euroregió kialakításával ezek a területek geopolitikai értelemben összekötő kapocsként működhetnek. Magyarország szempontjából az európai szomszédságpolitika egyik sikertörténete Moldova. A magyar diplomácia ebben az esetben hosszabb ideje sikeresen folytat aktív politikát. A partneri viszonyt a moldáv fél is nagyra értékeli, és az együttműködés konkrét projektekben is megvalósul. Reméljük, itt továbbra is ki tudjuk használni például azt a jelentős diplomáciai eredményt, hogy az Európai Unió moldovai különleges képviselője magyar diplomata. Moldova politikai rendszerében a történelmi körülmények sajátos összejátszása folytán több olyan elem is van, amely a régióban különlegesnek számít. A kétnyelvűség, a decentralizációs kezdeményezések, a gagauz autonómia olyan precedensek, melyeket a magyar diplomácia példaként mutathat fel a tágabb régióban is. Az elnökség lehetőséget ad arra, hogy nagyobb nemzetközi figyelmet irányítsunk a tervbe vett ukrán-moldovai Dnyeszter melléki eurorégió létrehozására. A keleti partnerség legkényesebb országa Belarus. Amióta a magyar diplomácia letette arról, hogy rövid távon megváltoztassa a belarusz rezsimet, a kétoldalú kapcsolatok láthatóan megélénkültek. Az elfogadás realista politikája természetesen nem jelenteti azt, hogy Magyarország teljesen legitimnek tekinti a belarusz politikai rendszert. Ezt nagy valószínűséggel lengyel barátaink sem vennék jó néven,
de ennél is fontosabb, hogy fenntartsuk a demokratikus politikai berendezkedés iránti elkötelezettségünket. Ugyanakkor a magyar külpolitika egyik komoly eredménye lehetne, hogyha a siker reményében vállalhatnánk fel a közvetítő szerepet az Európai Unió és Belarusz között. Tisztelt képviselőtársaim! Az Unió közvetlen keleti szomszédai mellett nem feledkezhetünk meg a Dél-Kaukázusról sem. Bármit gondoljanak is egyes képviselőtársaink a magyar érdekek földrajzi kiterjedéséről, mi nem gondoljuk, hogy Magyarországnak csak Nagy Lajos korabeli néhai határai között lennének jelentős és érvényesíthető érdekei. Grúzia, Azerbajdzsán és Örményország esetében érdekünk, hogy mindegyikük tovább közeledjen az Unióhoz, hogy megerősítsék demokratikus intézményeiket, hogy befagyott konfliktusaikat sikerre rendezzék. Magyarország jelentős erkölcsi tőkét halmozott fel következetes kiállásával Grúzia, illetve szuverenitása, területi integritása mellett. Zavaros belpolitikai viszony ellenére még mindig Magyarország legstabilabb partnere a régióban. Mi több Tbilisi igényli is, és nagyra értékli támogatásunkat euróatlanti törekvéseink megfogalmazása, érvényre juttatása során. Nem sok ország vezetése tekint kulcsországként Magyarországra, de Grúzia ezek közé tartozik. Meglátásunk szerint ki kell használnunk az elnökségben elő lehetőségeket. Célszerűnek látnánk, ha Magyarország csatlakozna a Grúzia új barátai csoporthoz, ebben a keretben hatékonyabban képviselhetjük a demokrácia intézménye iránt elkötelezett, értékalapú politikát grúziai szomszéda irányában is. Amennyiben Grúzia nem képes a nem túl távoli jövőben nyugópontra juttatni Zilárd belpolitikai viszonyait, akkor a magyar diplomácia számára Örményország szükségképpen felértékelődik. A Kaszpi-tenger térségének energiahordozói biztonságosabban juttathatók Európába Örményországon keresztül. Jereván szerint fontos partnerének tekinti Budapestet, és láthatóan magyar segítséggel kívánja nagyon szűk nemzetközi mozgásterét bővíteni. Ebben a magyar diplomácia segítséget nyújtott neki anélkül, hogy ezzel szükségképpen belebonyolódna az örmény-azeri, örmény-török konfliktusokba. Összefoglalva a magyar elnökség lehetőséget teremt arra, hogy legfontosabb nemzetközi céljaink közül többet is egyszer előmozdítsunk. Sajnos ez időkeretes műsorfajta, úgyhogy az ideje lejárt, elhallgathatnánk reggelig, de itt a vége. Nagyon szépen köszönöm a felszólalását. Következik Vejke Imre képviselő úr 2 perces felszólalásra a Keresztény Demokrata Néppárt képviselőcsoportjából. Parancsoljon, képviselő úr! Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Az élethez és a lelkiismereti szabadsághoz való jog likvidálási kísérletéről kell beszámolnom az Európai Tanács jelentése kapcsán. Az Európa Tanács 2010 évi 4. parlamenti közgyűlése az előzetes terveknek megfelelően 2010. október 7-én tárgyalta, majd részletesen megvitatta Christine McCafferty által beterjesztett Women's Access to Lawful Medical Care című jelentését, és még aznap este szavazott is róla, amelynek egyik nem burkolt célja az élethez és a lelkiismereti szabadsághoz való alapvető jog likvidálása volt. Én, mint magyar parlamenti képviselő, nem csak jogi, hanem egyben elkölcsi kötelezettségemnek is éreztem a fellépést az alapvető jogok radikális limitálási kísérletével szemben. A McCafferty féle javaslatot az Európa Tanács parlamenti közgyűlése végül október 7-én este kezdte tárgyalni, a raportőr, valamint az Európai Szocialista Pártba belépett LMP-s Kaufer Virág előterjesztését támogató vezérszónoklatával. Ezt követően következtek az előre leadott felszólalások, majd a benyújtott módosítások megvitatása és az egyéni szavazás a módosításokról. A zárószavazás eredményeként a javaslatot az Európa Tanács parlamenti közgyűlésén 56-51 arányban elutasítottuk. Bár formálisan csak 5 fős többségünk volt a javaslat elutasításában, de tartalmát tekintve mégis óriási győzelmet arattunk, mert megerősítettük, hogy sem ember, sem kormány, sem intézmény nem kerülhet diszkrimináció alá azért, mert visszautasítja a halálkultuszát. Az eredmény bátorítólag hat, hogy folytassuk küzdelmünket az alapvető jogok védelméért Európában. Köszönöm figyelmüket! Köszönöm szépen, képviselő úr! Folytatjuk az előadást.